És még arra kérdeznék le akkor így, hogy az eredmények, akár a helyhatósági, akár az európai eredmények, azok mit jelentenek a ti korosztályotok számára? Lehet, hogy semmit, vagy lehet, hogy ugyanazt, vagy lehet, hogy ezzel nem gondolkoztatok még, csak így budapesti fiatalként az, hogy itt megvolt ez a választás, akár az Európai Parlament összetételét érintve, akár budapesti kerületek és városháza, és a főpolgármesteri városháza összetételét érintve, hogyan tekintetek a jövőbe, üzene nektek ez valamit hozzáállásotokon, valamit változtat-e esetleg? Hát szerintem most persze általánostok, de igen, a belpesti fiatalság nem annyira kormánypárti, ezért minél jobban annak körül, hogyha kevesebb a Fidesz vagy Fideszhez köthető ember ül önkormányzati vagy európai parlamenti helyeken. Szóval szerintem a fiatalságnak ez, hogy így is 12 ember bejutott a Fidesztől, ez egy kicsit ilyen elkeserítő, de közben meg egy nagy, egy nagy ilyen ízét adott, hogy jó, de azért megkerült közben 7 plusz 1 mi hazánk, ami megint nem a belpesti értelmiségnek a csúcsa. Páran hallottam, hogy sajnálták, hogy a kutyapárt nem került be, és miért pont a mi hazánk, hanem inkább helyette a kutyapártnak kellett volna menni egy mandátummal, hisz a Brutti olyan jól szerepelt a vitám. De szerintem az önkormányzatin Budapesten többen örültek, például majd a Jézi biztos mesélmelő a 12. keletben jel, szóval hogy ő azért érdekes fejezeteken volt túl. Szerintem a legtöbb belpesti örül a maradó főpolgármesternek is. Szóval igen, önkormányzatilag jobban, szerintem EU-sban még mindig ez az ilyen kicsit reményvesztesség, hogy lesz itt változás. Hát hogyha a hazai százalékokat nézzük, de azért az európai összetétel ez egy picit a státuszkónak a megmaradását jelenti, bár mondjuk ugye hazai is. Bocsánat, Ármin. Nagyon nehezen tudok szubjektíven nyilatkozni ilyen témákban, mert szerintem ez nem tisztem, mint sajtós, de mindenképpen, hogyha egy apróságot mégiscsak a saját szemszögemből meg tudnék vizsgálni, az az, amit a Dani elkezdett a 12. kerület, az, hogyha egy kerületet nagyon sok ideje, nagyon komoly igazságtalanságok érnek, felmérhetetlen korrupciós botrányok, az életterünk megcsúfítása, épp esztétikailag, és úgy amúgy, és jelképesen is, és itt egyértelműen a Turul szoborra utalok például a Kékgolyó utcában, hogy igen, van hatása, és az emberek nem pártlogó alapján szavaznak feltétlenül, hanem van remény arra, hogy akár a legmegrögzöttebb pártszavazó is máshova x-elján, hogyha azt mondja, hogy elég volt. És nekem a 12. kerületi polgármester választás ezért nagyon szimpatikus volt, és remélem, hogy a Kovács Gergő polgármester úr, jövőbeli polgármester úr nem fog visszariadni attól, hogy ezt a Turul szobrot onnan tényleg a szoborparkba szállítsa. Remélem, hogy nem fog megrettenni a fenyegetésektől, amik ugye már érkeznek egyre csak. Egyébként nem szeretnék belefolyni, én azt láttam, hogy kezdenek az emberek máshogy gondolkozni a demokráciáról, és pont azért, mert ha bár érdemi változás nem történt, de jeleket kaptak arra, hogy bármi leváltható, és kezd újra egy ilyen demokratikus diskurzusok kezdenek újra kialakulni, szerintem köztünk is, és egyre kevésbé azt a tendenciát látom a saját társaságunkban is, hogy csak mémeljük a helyzetet, ami éppen van, azt, hogy viccet csinálunk a szerencsétlenségekből, hanem egyre inkább próbálunk konstruktívan gondolkodni, és beszélni arról, hogy kinek mi tetszik, mert van remény arra, hogy célba érjenek egy-egy ilyen beszélgetést, és ez szerintem a legjobb, amit kaphat az ember egy választástól.